Újabb fejlesztés kezdődik a belvárosban, ami a rok és a Petőfi utcát érinti. Az újságírók a részleteket sajtótájékoztatón ismerhették meg. Az Alavíz ZRT jól halad a Szennyvist csatornák rekonstrukciójával. Ennek részeként most két főgyűjtőcsatorna következik, melyek a hosszú évtizedek alatt mostanra elhasználódtak. A szakemberek a hagyományos, bontással járó és rendkívül időigényes technológia helyett egy újszerű eljárást választottak. Németországban gyártott anyagot hűtve szállítják a szakaszokra, azt nekünk három napon belül fel kell használni, ez behúzásra kerül forró vizestek, forró vízzel fölengedésre, és így ez megszilárdul. Utána egy robot kivágja a szennyvízbekötéseket, hogy a házaktól a szennyvíz bejusson. Ami a legnagyobb feladatunk még ez mellett, hogy a több ezer köbméter napi átvonuló szennyvizet, hiszen főgyűjtő csatornákról beszélünk, azt ideiglenesen átemeljük a, ezen a szakaszon, amit felújítunk. A kijelölt feladatokat az előkészítés során meghatározott ütemezés szerint végzik. A munka az a Zuszoda résztől fog indulni, és a Rákóczi útig először a Mártirok utca körülbelül négy hétig fog tartani, illetve utána átállunk, és a Mártirok uttól kezdve a Bíró Márton utcaig a Petőfi utca készül el, és hát kérjük a közlekedők, az itt élők türelmét, hogy az ő érdekükbe minél hosszabb élettartalmú, jól működő szennyvíz csatorna készülhessen el. A kivitelezés alatt esetenként félpályás vagy teljes útzára, illetve éjszakai munkavégzésre is számítani kell. A befejezés augusztus végére várható. A fontosabb tudnivalókról az Alavíz ZRT a honlapján, a közösségi oldalán, illetve a média segítségével a lakosságot folyamatosan tájékoztatja.